RMDSZ-es polgármestert választottak, először a történelemben a Bákó megyei Gajcsána községben. Gajcsána négy faluból áll, amelyből csupán egy csángó falu, magyar falu, a többi három pedig román. Azzal tudtam összegyűjteni a falubelieket, hogy együtt érezzük mindannyian a község problémáit, nyilatkozta a híradónknak Gál Alina, frissen megválasztott elöljáró. Magyar falut megnyertük, egy kis törékeny lány vállalva a magyarságát szembeszállt a politikai óriásokkal is győzött. Gál Alina lett a Bákó megyei Gajcsána község első magyar polgármestere, adta hírül közösségi oldalán Táncos Barna, RMDSZ-es szenátor. Miután hivatalossá vált, a csángó magyar polgármester jelölt elnyerte a polgármesteri tisztséget. Ez óriási siker, hiszen gyakorlatilag megduplázódott a csángó magyar polgármesterek száma Bákó megyében. Gál Alina 464 szavazattal tudott győzni a pénélés ellenjelölttel szemben, aki 403 szavazatot szerzett. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a községnek 2467 lakosa van, ebből csupán 286-an vallották magukat magyarnak. Gál Alina elmondta, 3 éve költözött haza szülőfalujába külföldről, és azzal szembesült, a községben gyakorlatilag az elmúlt 20 évben nem történt semmilyen változás. Ugyanúgy, mint ők is, én is érzem, hogy ez így nem jó, és hogy szükség van változásra. És tőlünk nem volt, eddig a falunkból nem volt egy polgármester sem, és azt mondták, hogy akkor ideje lenne, hogy megpróbáljuk egy falusi polgármesterrel is. És szerintem ez a gondolat a községből is jött, mert hogy látták, hogy milyenek voltak a különböző falvakból, és akkor azt mondták, hogy adjanak egy lehetőséget egy csángó magyarnak is. A megválasztott polgármester munkáját 4 RMDSZ-es községi tanácsos segítheti a következő 4 évben. Ez is óriási siker, hiszen a 11 tagú testületben az előző mandátumban csupán 1 RMDSZ-es tanácsos tevékenykedett. Bákó megyében ideig csak Gimesbükkön volt magyar polgármester Oltyán Péter személyében, akinek sikerült újráznia.